A kelet-szlovákiai vízművek októberben csökkentette a víz és csatornadíjak árát ügyfelei számára. Az új árakról a Hálózati Iparszabályozási Hivatal döntött. Az új rendelet célja az is, hogy a vízszolgáltatók az áram- vagy gázszolgáltatókkal azonos feltételek mellett működjenek. Az energiaárak emelkedése és az ezzel összefüggő megnövekedett működési költségek miatt az elmúlt időszakban áremelésre került sor a kelet-szlovákiai vízműveknél. Az utolsó áremelésről szóló törvény 2023. január 1-én lépett hatályba. Az új rendelet elfogadása most árcsökkenést hoz magával. A hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a vízszolgáltatók energiaköltségeinek alakulását, és aktívan törekszik a szabályzott árak csökkentésére. Amennyiben a csökkenő piaci energiaárak miatt a vízszolgáltatók tényleges költségeit csökkenőnek bizonyulnak, ilyen esetekben saját kezdeményezésre árképzési eljárás kezdeményezett, és a költségek csökkentését a víz- és csatornadíjak szabályzott áraiban figyelembe vette. A hatóság új árképzési határozatai a határozatok kézbesítésének napjától, azaz kelet-szlovákiai vízművek esetében 2023. 10. hó 3-ától lépnek hatályba. Az ivóvíz árának 8%-os, a szennyvíz árának 11%-os csökkenésével, mondja a szóvivő. Az árcsökkenés pozitív változást hoz a gazdasági válsággal sújtott lakosság minden csoportja számára. Elsősorban a nyugdíjasokat érintette pozitívan a hír. Hova tovább mindennek az ára megyen föl, ezért nagyon örülünk annak, hogy olcsóbb lesz a víz. Egy hónapban körülbelül 8 köbméter melegvizet fogyasztunk, és körülbelül 11 köbméter hidegvizet. Akármilyen csökkentése lesznek üzárának, számunkra nagyon megfelelő lesz. Az árcsökkenés nem csak a háztartásoknak kedvez, az intézmények vízszámlái is alacsonyabbak lesznek.